Szinapszis. Az idegsejtek szinapszisokon keresztül kommunikálnak más sejtekkel. A szinapszis fő részei a két kapcsolatban lévő sejt, a preszinaptikus és posztszinaptikus sejt membránja és a szinaptikus rés. Ezen keresztül zajlik az ingerület átvitel. A preszinaptikus idegsejt elektromos változásai változást idéznek elő a posztszinaptikus sejtben. Az ingerület átvitel történhet kémiai és elektromos szinapszison keresztül is. A kémiai szinapszisban a kommunikáció ingerület átvivő anyagok útján zajlik. Ezek a neurotranszmitterek, melyek membránhólyagocskákba csomagolva várakoznak a preszinaptikus sejtben. Az axonon végigfutó ingerület hatására a membránhólyagocskák összeolvadnak a preszinaptikus membránnal, és tartalmuk a szinaptikus résbe ürül. A neurotranszmitterek az azokat felismerő receptorokhoz kötődve idéznek elő rövidtávú elektromos vagy tartós anyagcsereváltozást a posztszinaptikus sejtben. A kifejtett hatás lehet serkentő vagy gátló. Minden neuron számos serkentő és gátló hatás ér egyidejűleg, és e hatások eredője határozza meg ingerületi állapotát. Az elektromos szinapszisban a szinaptikus rés jóval kisebb, mint a kémiai szinapszis esetén. A számos rés kapcsolat közvetlen összeköttetést teremt a két sejt citoplazmája közt. Az elektromos szinapszisban ezért nincs szükség neurotranszmitterekre. Az egyik sejt elektromos jelei közvetlenül átterjedhetnek a másik sejtre. Ez gyors és kétirányú jelátvitelt tesz lehetővé. Elektromos szinapszisok biztosítják például a szívizom sejtek működését.